Jakab Péter lett a Jobbik elnöke a párt mai kongresszusán, de ez csak az egyik közösségi oldalon jelentette be a Jobbik. Az újságírókat 3 órája váratják azzal az ígérettel, hogy az új elnök hamarosan kijön és sajtótájékoztatót tart. Ez eddig nem történt meg. Elemzők szerint Jakab Péter balra tolhatja a pártot, korábban ugyanis többször beszélt arról, hogy szívesen szövetkezne Gyurcsány Ferencékkel. Jó reggelt! Elől a főbejáratnál érkeztek a kevésbé ismert jobbikosok. A párt vezetői közben a kerítéstől távol egy hátsó bejáraton jöttek a kongresszusra. Láthatóan az volt a cél, hogy az újságírók ne kérdezhessenek. Nem sokkal később megérkezett Ózd jobbikos polgármestere is. Én csak a jacuzzit béreltem, ki oda megyek? Hát a jacuzzit jobban szeretem. És egyébként termál vagy pezsgőfürdő? Hát inkább termál. Janicsak Dávidról január elején derült ki, hogy kibérelte az Ózdi úszoda wellness részlegét, ahol a menyasszonyával privát fürdőzést rendezett. Most azt mondta, nem érti, hogy miért kérdezgetik. Na, országos elnökségi tag se vagyok. Azok a felvételek, amikor azt láthattuk, hogy kibérelte az egész Ózdi. Hogy olvasok az úszodában? Voltak ilyen felvételek, igen. Sziasztok! Erre már nem válaszolt Janicsak Dávid. Odabent közben elkezdődött a kongresszus. Jakab Péter már a kezdéskor még elnökjelöltként feltett egy fotót a közösségi oldalára, azokkal a vezető politikusokkal szelfizett, akiket a sajtó hónapok óta Jakab Péter köreihez sorol. Gyurcsány miatt háborúznak egymással a jobbikosok, erről írt az Origo. A portál szerint két nagy tábor alakult ki a pártban, a gyurcsánypártiak és a gyurcsányellenesek. A portál szerint a gyurcsánypártiakat Jakab Péter vezeti. Ők azok, akik néppárti politikát akarnak, balra tolnák a pártot, és szövetkeznének Gyurcsány Ferencékkel. Velük szemben állnak a gyurcsány ellenesek. Ezt a tábort Szávai István vezeti. Ők azok, akik az Origo szerint elutasítják a balra tolódást, visszavezetnék a Jobbikot a gyökereihez, és sosem szövetkeznének Gyurcsány Ferencékkel. A Nézőpont intézet külön elemzést készített a Jobbik tisztújítására. Azt írják, folyamatosan csökken a párt népszerűsége. Méréseik szerint 2014-hez képest mára megfeleződött a Jobbik szavazótábora. A tavalyi EP választási eredmények pedig azt mutatják, hogy a párt nem sokkal haladta meg a parlamenti bejutási küszöböt.